A 77 évvel ezelőtti Lettkési csata hőseire, a Szent László hadosztály ejtőernyős katonáira emlékeztek Lettkésen. A megemlékezés részeként bemutatták Szalai Attila helyi gyűjtő és történész kiállítását, amelynek érdekessége, hogy minden személyes tárgy vagy épp hatástalanított fegyver és robbanóeszköz maradvány a környéken került elő az egykori lövészárkokból és a házak padlásairól. A múlt idézés során dr. Lipai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnoksága kiképzési csoportfőnöke, Szűcs Lóránd dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium katonai irányítási és válságkezelési főosztályának vezetője és Huszák Tamás, Lettkés polgármestere a koronavírus járvány miatt korábban elmaradt elismeréseket adtak át a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének tagjainak, illetve Lettkésváros korábbi polgármesterének, Kovács Istvánnak. Huszák Tamás, Lettkés jelenlegi polgármestere reményét fejezte ki, hogy a jövőben egyre többen, egyre szélesebb körben ismerik majd meg a lettkési hősöket, így emlékük soha nem vész feledésbe.